Idáig én még soha nem éreztem úgy, hogy dolgoztam valamin is. Ez lehetett paróka, lehetett fodrászat, lehetett filmgyártás, lehetett akármi, amivel foglalkoztam idáig életemben. Ez mindig olyan játéknak tűnt. Filmprodukciónak és a film hatásának a varázslata mindig nagyon érdekelt, mint gyerek, és továbbra is, mint felnőtt. Akkor elkezdtem ezt a cinematography tanulni a UCLA-n. Síelés közben eltörtem a lábamat valami 8 helyen, tehát iskolába is komplikált volt járni. És akkor ahelyett, hogy otthon ágyba ültem volna, azt gondoltam, hogy hát inkább egy foglalkozást kitanulni, valamilyen szakmát, amelyben a világ akármilyen részén tulajdonképpen meg tud az ember élni. Fodrászat. És mondjuk ezzel kezdtem a karrierem első részét. Szerencsém volt, mert állítólag tehetséges voltam, tehát bekerültem a Beverly Hillsbe, az egyik legjobb fodrászüzletbe, és onnan állandóan filmszínésznöknek a hajait csináltuk, és állandóan ilyen parókákkal dolgoztunk. And I went back to my love of the theaters, but I went from the back door. So I bought 2 theaters in Hong Kong, and I started distributing films in these theaters. Hong Kongban mozi tulajdonos voltam, és ott a filmeket éjjel-nappal a közönséggel együtt néztem. És az egy olyan fajta befolyás, annyira az orrom, a szaglásom annyira kifinomult, hogy érzem a közönséget a filmbe, és ez a titka azoknak a sikereknek, amiket csináltunk, hogy igenis mi legalábbis én a közönségnek szeretném gyártani ezt a filmet. Különben ez egy nagyon drága ártforma, hogyha csak magadnak persze gyártod, és senki nem nézi meg. És az a mondani való, amit van, hogyha az átjön, és azt tudod kommunikálni tényleg hatásosan, akkor ez egy sikeres film. Nekem minden filmben meg kellett találni ezt a témát, ami az én fantáziámat megpengette valahogy, amiben szerelmes tudtam lenni. És csak akkor tudtam előrelépni a filmekkel, és akkor már nem a pénz számított, akkor már nem a film számított, hanem megvalósítani ezt az ötletet, mert szerintem olyan fontos. A filmkészítés az egy nagyon fantasztikus és érdekes dolog. Ha valami nem sikerül, akkor én vagyok a felelős érte. Ha valami sikerül, akkor van egy fantasztikus csapatom, aki mindenki egy irányba húzott, hogy ezt megvalósítsa, és az nekem az egyetlen tényleg feladatom, hát kiválasztom az anyagot, meg összeállítom a finanszírozást, meg forgalmazást, de az, hogy egy olyan csapatot válasszak ki, ami tényleg megérti, hogy én mit szeretnék csinálni ezzel a filmmel, és akkor akkor egy irányba tudjuk húzni ezt a szekeret. Néha ütni kell, néha simogatni kell. Tehát az a fő dolog, hogy azok, akik dolgoznak veled, azok érezzék azt, hogy van valami tisztelet irántuk is, de azt is tudják, hogy követelés is van tőlük. És ha az nem működik, akkor igenis számon kéred, és amikor jól megy, akkor igenis simogatsz. Nekünk az a fontos, hogy az a történet, az a mese, amit elmondunk, az megállja a helyét. És hogyha az a mese, az működik, és működik a szívedbe és a fejedbe, akkor ebből siker lesz. Megosztani ezt a sikert, azt az élvezetet, az a legfantasztikusabb dolog a világon. Because I started helping the Hungarian film industry 30 years ago. So the idea of coming back here and trying to help something was very important for me. Magyarországon igen, volt szerencsém idehozni az Arnoldot, Eddie Murphy-t, Bruce Willis-t, Antonio Banderas-t és sok más színészt is, akivel itt próbáltam a magyar filmszakmát valamilyen formába támogatni. Körülbelül 85 milliárd forintért külföldi filmet hoztunk ide, több mint 80 ezer statiszta dolgozott ezen a filmeken, több mint 5 ezer stáb dolgozott ezen a filmen. Tehát ez egy fantasztikus dolog. Nekem 2 feladatom van tulajdonképpen ebben a szituációban. Az egyik az, hogy a külföldi filmeket ide csábítani, hogy Magyarországon forgassanak. Az a fontos, hogy Magyarország a térképen legyen, a filmgyártás térképén ott legyen. 10 évvel ezelőtt, amikor megcsináltam a Szabadság szerelem nevű filmet, ami akkor jött ki az 50. évfordulójára a forradalomnak, én szerintem az egy nagyon érdekes dolog volt, hogy átéltem újra azt, amit gyerekkorban, hogy picit láttam, de akkor ez nem jelentett nekem semmit tulajdonképpen, mert 12 évesen nem tudom, hogy mi a rizikó benne, de most, amikor a filmet megcsináltam, és ez összeállt, és újra megnézem, akkor ez egy fantasztikus, és érzelmileg, és az volt a cél a filmekkel, hogy a gyerekeknek próbáljam elmesélni, hogy mi történt. Tehát
nem politikailag próbálom megfogni, hanem érzelmileg. Well, my takeaway today is that was my birth. I was born in 1956. You know, it gave me a new life opportunity that I would have never had otherwise. And you know, it's something that I cherish and I grow with, and I feel that I'm somehow part of Hungary, which is the reason why I came back to try and help the film industry and whatever else I can. Az én célom az, hogy támogassuk és próbáljuk kihozni a legjobbat azokból a rendezőkből, színészekből, producerekből, akik filmeket gyártanak Magyarországon. Tehát mi próbáljuk őket támogatni, vagy hogyha útközben elvesznek, akkor valamilyen fajta irányt mutatni. Tehát úgy gondolom, hogy egy nagyon pozitív irányba megyünk, és elkezdték a mai rendezők, producerek azt a filozófiát felvenni, hogy igen, mégiscsak ezt a sok pénzt elköltöm, annak legyen valami értelme. Legyen valami értelme, legyen valami közönsége, legyen, megszólítsak valakit valahol a világba. Soha nem éreztem úgy, hogy most a csúcson vagyok, vagy nem is tudom, hogy mi az a csúcs, amit el kéne érni. Én csak szórakozok tulajdonképpen az életben. Én csak egy pár szóba akarom elmondani azt, hogy mennyire köszönöm, hogy része lehet ennek a magyar filmgyárnak a történetének, mert úgy érzem magam kicsit, mikor először Egyiptomba voltam, és beengedtek este a piramisok közé, és én megvilágítva az estében ilyen hatalmas nagy tömbök voltak, és úgy éreztem magam, mint egy hangya. Most ugyanez az érzés jön át rajtam este, amikor ennek a történelmi pillanatnak én egy ilyen nagyon pici része vagyok, és örülök, hogy benne vagyok valahol, de úgy érzem, hogy ez olyan hatalmas, hogy nekem ez majdnem csak ilyen messziről tudom észrevenni és látni. Örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek, és remélem a 200-adikat is együtt ünnepeljük. Köszönöm szépen!